Népdalszó és táncosok sokasága töltötte meg a Szekszárdi Garai teret április 29-én a Táncvilág napján. A táncművészet legnagyobb ünnepét világszerte előadásokkal ünneplik, szinte mindenhol felhívják a figyelmet ennek a művészeti ágnak a fontosságára. A jeles napon a Bartina Néptánc Együttes gyerekszólistái szórakoztatták a téren sétáló tavaszi napsütést élvező járókelőket. Ma van ugye a Táncvilág napja, és ugye ezt ünnepelni kell, és ezért minket felkértek, hogy táncoljunk egy jót. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó az idő is, meg a többiek is nagyon kedvesek, meg a zene is jó volt. Már 11 éve táncolok, nagyon imádom már 3 éves korom óta, és egyszerűen az életem a táncol, mindent megadnék érte, hogy tovább folytassam, szóval nagyon-nagyon szeretem. Hát nagyon jó volt a közönségünk, itt voltak a családok, a barátok, és nagyon szeretek nekik táncolni. Én Györgyfalvi Legényes táncoltam, ezt szeretem a legjobban. Erre tudok a legjobban táncolni, ezt tanultam meg legjobban, ezzel több verseny is voltam már, a helyezést is értem el, és ezért nagyon megszerettem ezt a táncot. A Bartina Néptánc Együttes szerves része a szekszárdi táncos életnek. A társulat törekszik arra, hogy fellépéseivel megismertesse Tolna megye és a Sárköz hagyományait, illetve bemutassa és színpadra állítsa a Kárpát-medence tánc és népi kultúráját. Mindezek az ismeretek átadása teszi a néptáncot és a népzenét közösségteremtő és közösségformáló erővé, aminek nagyon jó példája volt a Táncvilág napján tartott előadásuk is, hiszen sokan jöttek el és nézték meg a társulat műsorát. A Babics Kulturális Központ szervezésében a Garai téren egész nap lehetett látni és hallani a ritmusra dobbanó lábakat. A kora esti órákban már a latin zene dallamai töltötték be a teret, kisebb tömeg gyűlt össze, hogy a szalsza és bachata alapjait elsajátítsák. A gyerekektől a felnőttekig bárki részt vehetett a közösségi programon. Nagyon tetszik, mert ugye én régebben anyával még voltam itt a Dolce Dance-nél, és akkor is nagyon tetszett. Most is nagyon tetszik, meg új dolgokat lehet ebbe megtanulni. Én nagyon örülök ennek a rendezvénynek. Én Pécsre járok a szalsza csoportba, és Kaposvárra is járok, mert én Pécs és Kaposvár között lakom egy kis faluban. És amikor mondták, hogy el lehet jönni ide és táncolni, akkor megragadtam az alkalmat. Szerintem szuper jó hely és nagyon jó a hangulat. Meg hát a társaságban egy csomó ismerős, akiket ugye Pécsről, kaposváriak nem jöttek, de Pécsről többen vagyunk, illetve én már ismerek jó néhány szekszárdit, úgyhogy nagyon jó, tényleg klassz. Nagyon jól éreztem magam, 6 éve táncolok, és azóta járok ide Dolce Dance-be, és igazából ez egy család, akik összetartanak, eljárunk egymás buliaira itt a környezetben, ezt szoktunk menni Bajára, vagy Pécsre, illetve hogyha vannak workshopok vagy fesztiválok, akkor oda is együtt megyünk el összességében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és ez mind a testnek, mind a léleknek egy felüdülés. A zenén kívül a tánc az egyetlen világnyelv. Bárhol járunk a világban, nem kell ahhoz egy nyelvet beszélni, hogy a lábunk egy ritmusra járjon. Éppen mögöttünk a Garai téren a Dolce Dance tánciskolának a sulisai tanítják az érdeklődőket. Itt a Garai téren egy kis szalszára és bachatára. Táncolni bármikor, bárhol el lehet kezdeni, például a Táncvilág napján itt a Garai tér majdnem kellős közepén. És ahogy itt mögöttem is látszik, azért, hogyha az embert egy kicsit akár unszolják, vagy bátorítják, vagy egy kicsit segítik, vagy megadják neki nem a kezdő lökést, hanem megmutatják neki a kezdő lépést, akkor abból ilyen gyönyörű, hogy így fogalmazunk, performance-ok születhetnek, mint ami itt van a hátam mögött. A Dolce Dance tánciskola oktatói és tanítványai buzdították közös táncolásra a téren kíváncsiskodó járókelőket. A mai napunk az egy táncvilágnapi rendezvény, amit a Babics Kulturális Központ szervezett, és nagyon hálásak vagyunk, hogy mi a Dolce Dance tánciskola, illetve a Dolce Dance tánciskola szekszárdi tanárai itt lehetünk és táncolhatunk. Akik itt vannak most velünk, ők ugye a tanítványaink, egyrészt innen Szekszárdról, de érkeztek Bajáról, Pécsről is tanítványok, sőt szerintem talán még kaposváriak is vannak, illetve nagyon sok olyan ember, aki érdeklődött a szalsza iránt, így meghirdetve a programról, és bejött megkóstolni, illetve
belekóstolni, hogy milyen is ez a tánc. Ugye itt most kubai szalszát tanulnak, illetve most már táncolnak, most van ugye a szabad ilyen kötetlen táncrész, és ilyenkor szabadon táncolunk. Ugye többféle tánc stílusban dolgozunk a suliban órákon, ugye itt Szekszárdon minden héten hétfőn vannak egyébként az óráink, és táncolunk Ruedában, ami ott ugye a tanításnak a végén volt, de táncolunk sorokban is, ahol új lépéseket tanulunk, illetve táncolunk szabadon is, ami most itt a buliban van. Ez azért jó, mert nem csak ugye tánclépéseket tanulnak a tanítványaink, hanem ismerkednek, részt vesznek egy nagyon jó közösségben, egy nagyon jó csapatnak lesznek a részesei, másrészt pedig nagyon sokat fejlődnek mind a mozgáskultúraik, meg egyébként ez egy tök személyiségtréning is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és így kívánom, hogy mindenki sokat táncoljon velünk. A szalszoktatás után most egy bachatával fogunk majd folytatni. Az is egy ilyen karib térségi tánc, ugyanúgy, mint ugye a kubai szalsza, csak éppen dominikai köztársaságban eredeztetjük. Ez egy szenzuál táncnak nevezett táncstílus, aminek az a lényege, hogy amíg a szalsza egy ilyen igazi jó bulis, addig a bachata az egy kicsit közelebbi. Van szenzuál, ami nagyon közeli stílusú, de van dominikai is, amiben pedig igazából a lépéstechnika a lényeg. Ennek is ugyanígy fogjuk majd megtanulni az alapjait, utána megnézzük, hogy milyen is ez párban, ahogy a szalsza órán is működött, és utána megnézzük, hogy mit tudnak kezdeni a dologgal szabad vezetésben. És ugye nagyon jó, mert tényleg itt is ugyanúgy mindenki táncolhat mindenkivel, nincsenek fix párok, hogyha valaki egyedül érkezik, akkor is tud táncolni, mert a párcserék során mindenki úgymond ellenkező nemű párhoz tud jutni és tud táncolni vele. Az egész napos programsorozat záró akkordja volt a latin tánc bemutató, egészen este 9 óráig lehetett kipróbálni és együtt mozogni a karibi zenedallamaira.